Egy esős labdarúgó délután a Népstadionban. A Honvéd Kilizsi vegyes csapata a brazíliai Botafogó együttesével mérkőzik. A fekete-fehérmezes Botafogó játékosok kezdenek, de már is a magyar védelemé a labda. Dudás jobb hátvéd teszi előre Budaihoz. Jobb szélső szépen leveszi a labdát, aztán tovább teszi Kocsishoz. Kocsis egyből újra Budai elé tálal, Budai fölnéz, visszafelé gurítja, újra a Kocsishoz a labdát, Kocsis mesterien fordul ki, aztán tovább gurítja a labdát Bozsikhoz, Bozsik egy csel után adja tovább Puskás elé a labdát, Puskás egyből továbbítja Fegyvesihez, pazar, pompás támadás, tílő, gól! Ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy gördült előre ez a magyar támadás, és 1-0 után ismét a magyar csapat támad. Ott van Puskásnál a labda, meredek szöktetés előre, Fegyvesihez, Fegyvesi szélsebesen elhúz a bal oldalon, visszafelé gurít, Puskás előre jövő a labdát, Kocsis felugrik, fejelni, gól! Pompás pazar, micsoda szép magyar gól! 2-0 után most a brazil ellentámadást látjuk, Mário bal összekötő azonban elesik, és Dudás könnyedén szerel. Újra Budai a magyar csapat jobb szélsője kapja a labdát, befelé gurítja, ott van Tihinél, Tihi egyből visszafelé teszi Budai elé a labdát, Budai bead, Tihi lő, gól! És két magyar összeborul a pályán. Micsoda szép gól volt, és a fiúk továbbra is milyen lelkesen küzdenek, ragyogóan játszanak. Fegyvesiivel most befelé, Kocsis lő, gól! Szép gól volt! A kapus csak szomorúan néz a labda után. 4-0 az eredmény, megint Budai a labda jobbszán, ellenállhatatlan ezen a mérkőzésen. Budai most laposan befelé teszi a labdát, Puskás lő, és rezeg a alsó sarok. 5-0 félidő eredménye a magyar csapat javára. A második félidőben a brazilok kezdenek jobban, ott a labda Garincha jobb szélsőnél. Szépen elhúz a védők mellett, aztán jó lível befelé, de nincs senki, aki befejezze az akciót. Sőt, magyar ellentámadás következik. Fenyvesi bal szélső vezeti fel a labdát, udvariasan átengedi Kocsisnak, Kocsis udvariasságból visszaadja, Fenyvesi lő, és a bomba csak úgy kiszakítja a bal felső sarkot. 6-0 az eredmény, az utolsó negyed órában Mário lő és megszerzi a becsületgólt. 6-1 az eredmény, sőt az utolsó percekben ismét a brazilok támadnak. Megint Garincha jobb szélső húz el, bead John Carlos, lő gól! A végeredmény 6-2. A Botafogó szimpatikus csapata szeretettel búcsúzik a budapesti közönség.